Pozitívan zárta az évet a Győri Állatkert, hiszen sok programot valósítottak meg, amivel még közelebb kerülhettek az állatbarátok a park lakóihoz. Idén is volt egyebek mellett állatkertek világnapja, állatkertek éjszakája, húsvéti és helovini kalandok, valamint több kis jövevény érkezett, amivel még színesebb lett a park. Vencel Flóra hozzátette, hogy természetesen mindig van hova fejlődni, így nem állnak meg az idei évben sem az újításokkal. Az az én véleményem, hogy Semmi sem lehet. Sosem tökéletes, és mindig van, amin uh, lehet uh, jobb, amit lehet jobbá tenni. Um, ehhez hoztam azt az idézetet, hogy csak a változás állandó, ugye uh, ismert, filozófus uh, mondása, és uh, ezt tartja szerintem az állatkert is, hogy mindig van valami újdonság, mindig van valami változás. Összességében szerintem azt mondhatom, hogy pozitívan zártuk az évet, egy kis Baby a végén, um, és ennél csak följebb <laughs> mehetünk. Tavaly évvégén nyitották meg a régi csarnoképületet a parkban, amit önerőből újítottak fel. A létesítményben azóta interaktív állatbemutatókkal, állatsimogatóval, játszóházzal és ugrálóvárral várják a látogatókat télen és nyáron is egyaránt. 2023-ban ismét sok izgalmas eseménnyel készülnek az állatkedvelőknek. 2023-ban az állatkert nagy programjai azok ugyanazok lesznek, tehát tartjuk ezt a keretet, húsvét, gyereknap, állatáldás, Halloween, ugye állatok karácsonya, stb. De emellett különböző pedagógiai programokkal készülünk, Kicsit változni fog a tábornak is a felépítése most, hogy ugye itt van a csarnok, és őt is belevesszük a játékba, illetve néhány világnappal próbálkozom majd, vagy próbálkozunk majd szintén ilyen, ilyen kis családias hangulatban. A szezon a húsvéti programmal indul, amikor remélhetőleg a jó idő is beköszönt, a nyáron ismét lesz lehetőség táborozni is, addig pedig különböző tréningekkel és bemutatókkal találkozhatnak az érdeklődők a gyűri állatkertben.